Az első napi rendi pontban Szexárd megyei jogúváros önkormányzata tulajdonában a tankerület vagyonkezelésében lévő eszközök selejtezéséről döntöttek. A forgalmi rendváltozással kapcsolatban pedig kettő kérelmet tárgyaltak át a képviselők. Az egyik ilyen a Remete utcára vonatkozott. A részben helytattunk a kérelemnek. A Remete utcából a Kápolnatérről a Mandolás dűlő felé, tehát ott szűk szakaszt, azon a szűk szakaszon egy oldalon várakozási tilalmat vezetünk be, tehát ott nem ezt e, várakozni tilos lesz, a másik oldalon viszont lehet parkolni továbbra, ettől kezdve úgy gondoljuk, hogy a forgalmat ezzel sok nagyszerűen kell könnyítjük és gyorsítjuk. A másik forgalmi rendre vonatkozó kérelem a Holob utcában volt egy kihajtást könnyítő, várakozást korlátozó tükör felszerelésére a buszmegállóban. Ezt a megvalósíthatóság miatt elutasította a közgyűlés. A bizottság továbbá a szexárdi kerékpár forgalmi terv készítőjével is egyeztetett a nap folyamán. A képviselőt kérdeztük a Szent László utcában korábban átalakított forgalmi rendről is. Itt a már meglévő egy helyet két balra kanyarodó sávot alakítottak ki, a forgalmi dugók elkerülésének érdekében. Működik, működik, jól működik, torlódás nincs, baleset sem volt tudomása szerint, úgyhogy az jól működik. Máté Péter elmondta, jelenleg nem látnak több olyan szakaszt, ahol a forgalom megváltoztatására szükség lenne.